A helyi gazdaságfejlesztésben is növelni a szerepét a Nyíregyházi Egyetem, többek között ez is a célja az intézmény tudásfejlesztés és hasznosítás projektjének, de a képzési kapacitások modernizálása és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának javítása is a tervek között szerepel. Köszöntöm a stúdióban Ferencziné dr. Ács Ildikó oktatási rektorhelyettest. Jó estét kívánok! Jó napot kívánok! Néhány szóban ismertessük magát a projektet, tudásfejlesztés és tudáshasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen. Mi az, amit konkrétan megcéloz ez a projekt, milyen fontosabb pillérei vannak? Mi ezt otthon csak úgy hívjuk, hogy ez a 3.4.3, nagyon sok lába van, tehát több alprojektből és ezen belül is több szakaszból áll ez a pályázat. Tulajdonképpen itt az első legfontosabb, hogy a hallgatók bennmaradását segítse a projekt. Ezen belül a tanulás támogató programokat fejlesztünk, indítunk fél évről fél évre, és azt kell, hogy mondjuk mára látszanak az eredmények, tehát a hallgatói lemorzsolódási adatokat, bár még most fogjuk majd ezeket elemezni az év lezárultával, de ha megnézzük már az előző évhez képest is, a projektnek köszönhetően számos olyan kurzust sikerült indítanunk, amelyek segítenek a hallgatóknak megőrizni a Nyíregyházi Egyetemen a hallgatói jogviszonyukat, tehát már jobbak lesznek azok az úgynevezett lemorzsolódási adatok, mint az előző évhez képest. Miért volt fontos ezt megcélozni? A többi felsőoktatási intézményhez képest itt Nyíregyházán nagyobb arányú volt a lemorzsolódás? Talán egy picit, de ez most egy országos tendencia, tehát egész országban az oktatási hivatal vezetésével is most nagy figyelem irányul, de minden területen, nem csak a köznevelésben, a felsőoktatásban is a lemorzsolódás megállítására, tehát itt fontos, hogy akik bekerülnek, meg is kapják az oklevelüket, megszerezzék a felsőfokú végzettséget. Azért ebben gondolom az is benne van, hogy nem biztos, hogy nagyon tudatosan választanak szakot, vagy felsőoktatási intézményt a diákok. Abban segít-e az intézmény, hogy egyik szakról a másikra át tudjon vándorolni egyetemen belül a hallgató, hiszen azért lehet, hogy az első fél év végére rájön, hogy ő nem ilyen lovat akart. Természetesen van mód rá. Patronáló tanáraink is segítik őket a tájékozódásban, és ha látjuk, észreveszünk, hogy tanulási problémáik vannak, mentorokat, hallgatói mentorokat is tudunk nekik ajánlani, illetve olyan programokkal, tanácsadó programokkal is próbáljuk őket segíteni, amellyel esetleg egy másik szak felé, egy könnyebb képzés felé tudjuk esetleg őket irányítani. Azt hiszem, ez jól működik már nálunk, figyelemre méltóak lesznek azok az adatok, amelyeket már legközelebb mérünk, ebben már biztos vagyok. Amit már régóta próbálnak erősíteni, a nyelvvizsga elérése, hiszen ez is egy nagyon fontos akadálya volt a diplomának. Ebben a programban van egy olyan alprojekt is, amelyben különböző idegen nyelvű tantárgyak anyagait fejlesztettük idegen nyelvre, azért is, hogy a hallgatóink már a gyakorlatban is megtapasztalhassák az idegen nyelv használatát. Úgy fogunk hirdetni tárgyakat, és már az első próbakurzusok ebben a fél évben is elindultak, folytatódni fognak a következő fél évben, ezek pilot jellegű programmal indultak most, hogy bizonyos tantárgyak keretein belül idegen nyelvi tartalmakat sajátíthassanak-e, de lehet, hogy egész kurzust hirdettek úgy kollégák, hogy már idegen nyelven, vagy csak idegen nyelvű tananyag gond keresztül kaphattak meg bizonyos tudáselemeket, tehát különböző szintűek, de fejlesztettünk ebben az irányban is az egyetemen. Amennyire tudom, a tananyag digitalizálása is a célok között szerepelt. Így van, van egy olyan alprojekt, amelyben egész sok, azt hiszem, hogy 23 ilyen tananyag is készült, MOOC-t MOOC programnak nevezzük. Itt kimondottan már a legkorszerűbb technikai felkészültséggel találkoznak majd a hallgatók, olyan digitális tartalmakon keresztül érhetik el a tananyagokat, amely azt hiszem már 21. századnak megfelelő, sőt, az intézményi fejlesztési tervünkben benne van egy olyan alprogram, ez a zenei intézet vállalása volt, ami még ezen túl is egy újabb digitális felületre való tananyag kidolgozást vállalt, méghozzá a tanári tartalmakon belül, sőt még a tanítói tartalmakat is megcélozva a digitális alapokon nyugvó tankönyveket fejlesztettünk, énekzenéből, méghozzá néphagyományokon alapuló énekzenei iskolai tanításra való felkészüléssel, ez tehát alsós 1-től 4. osztályig történő tananyagok, tankönyvek, digitális tankönyvek fejlesztését jelentette, amelyhez tanári kézikönyveket is készítettünk. Mindezt
és még, mindezt még angol nyelven is tudjuk majd kínálni, folyik ennek az átfordítása. Ez lehet, hogy digitális felületen nem lesz elérhető, de két tannyelvű iskoláknak átadható lesz a tartalom. A már gyakorló pedagógusok számára ez a fajta újdonság egyfajta képzést is igényel. Ebben segít az egyetem. Hogyne, igen. Sőt, 30 olyan pedagógus továbbképzésnek a kidolgozása történt meg a projekt keretében, amiből már 10 akkreditálva is lett. Szinte majdnem minden iskolai tantárgyhoz kapcsolódik majd egy ilyen 30 órás pedagógus továbbképzés. Már lehetett most is jelentkezni, és ahogy akkreditáció alá kerülnek az anyagok folyamatosan, a következő évtől is reményeim szerint hirdetjük őket folyamatosan. Pedagógia, pszichológia területén többet hirdetünk, de a testnevelés, biológia, földrajz, történelem, testnevelés, rajz, zenei területen is, többek között az imént említett digitális tankönyvekhez kapcsolódóan is lesz egy ilyen program. Mennyire gyorsan tud majd ez vajon terjedni, és talán új alapokra is tud helyeződni, például a levelező oktatás? Igen, bár ez konkrétan nem annyira a bent lévő hallgatók levelező képzése, hanem a pedagógusoknak a továbbképzését fogja szolgálni. Posztgraduális képzésről igen, beszélünk. Igen, igen. De mivel a tananyagot mi úgy állítottuk össze, hogy ezek bizonyos felületen érintkeznek és találkozhatnak a bent lévő hallgatók tananyagaival, azt hiszem, hogy mindenképpen korszerű ismeretátadást fogunk számukra így is megmutatni. Illetve még egy felületet említenék, ami a levelező képzésben lesz nagyon fontos, ahogy befejeződött a 30 órás továbbképzések projektje, ezzel egy időben elindítottunk még egy utolsó fejezetet, fázist, ugyanis a pályázat 2021. januárjában zárul, mi novemberig fogjuk egy fél év alatt fejleszteni azt a 10 tananyagot, ami távoktató tananyag kidolgozására fog szolgálni. Itt is különböző területek, közgazdaságtan, műszaki területen lesznek fejlesztések, egészségnevelés területén, szintén lesz zenei projektünk is. Meg fogják tanulni a kollégák, 10 kollega vállalkozott ennek az elsajátítására, meg fogják tanulni a távoktatási tananyagfejlesztés módszertanát, és egy már meglévő tananyagukat fognak átalakítani, fejleszteni, távoktató kurzussá, és egy próbakurzusnak, egy ilyen kísérleti kurzusnak a megtapasztalását fogják még novemberig közösen, egyénileg csoportos formában megvalósítani. Egyáltalán milyen stratégia mentén dolgozták ki ezt a projektet? Miért éppen ezeket az elemeket érezték szükségesnek, hogy beemeljék ebbe a projektbe? Ugye a Nyíregyházi Egyetemen és általában a felsőoktatásban mindig ott van előttünk egy intézményfejlesztési stratégia. És ebben vannak olyan elemek, olyan pontok, amelyek felé haladnia kell az intézménynek. És ezek tulajdonképpen a pedagógus továbbképzés, a digitális tartalmak megjelenítése, kutatás, módszertani elemek, a lemorzsolódás ebben a térségben, ezek mind olyan tartalmak, amelyek fontosak az egyetem számára. És ezek a pályázatok ráadásul célirányosan határozták meg ezeket a területeket, tehát találkozott a terv és az igény ez esetben. Mondhatjuk, hogy a felgyorsult világ, a felgyorsult gazdasági fejlődés igényeihez próbál fölzárkózni az oktatás? Azt hiszem, igen, így van, mert ezek a tartalmak, digitális felületek akár a gazdaságra visszavetítve, akár a gyermeki életben, most már az IKT eszközök, digitalizáció olyan fokon van jelen a mindennapi életben, hogy ezt nekünk muszáj a tartalmakban is követni. Lehet, hogy előttük kellene járnunk, ott még lehet, hogy nem tart azért a felsőoktatás, de igyekszünk lépést tartani ezekkel. Tehát ez is egy fontos szempont, amikor mi ilyen fejlesztésekre vállalkozunk, igen. Ferencéné dr. Ács Ildikó, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.